Na szevasztok, másik fele van a hajam. Fuck yeah! Na, kicsit így gondolkoztam ezen a témán, hogy a fiatalok körében el van terjedve ez, hogyha iPhone-od van, menő vagy. Ha nincs iPhone-od, egy rakat szar vagy. Szóval mit tudom én, beállítasz így, mit tudom én így a bulizó helyre, ilyen telóval, öcsém, egy csajt nem tudsz felszedni. De ha beállítasz egy ilyennel, így jönnek a csajok, érted? Te lehetsz csúf, lehetsz rusnya, lehetsz félszemű, lehetsz félkarú, lehetsz Gyurcsány Ferenc, de a csajok nem fognak nézni a nem nézik a külsődet, mivel iPhone-od van. Ergo pénzed van. A mai lányok mire mennek ugye? Mennek a pénzre. Nekik a gyerek nem kell szép legyen, szóval mostanában, ahogy így látom így a lányokat, hogy milyen fiúkkal járnak, a fiú nem szép. iPhone-ja van, kinézete nincs. De hülye. És így találtam tavalyról egy videót, amit így nem tudok így felfogni, hogy így fiatalok mondják el, hogy az iPhone mitől menő, meg miért menő, meg nézzük meg. Szóval akkor adták ki az iPhone 5-öt, és ugye a Mamutban, vagy nem tudom, hogy hol, ilyen nagy rohadt sorok álltak, hogy megkapják a telefon. Hogyha egy jóságot egy színnek veszük, akkor az iPhone az így megüti, és akkor azzal együtt nem is menő. Ha a jóságot egy színnek veszük, az iPhone így megüti. De retortált, édes jó Istenem. Én nem akarom a gyereket beoltani, de ezt a hülyeséget összehadalni, hogyha a telefonod megvan, hogyha van egy iPhone-od, akkor menő vagy. Miért vagy menőbb? Anyuci meg apuci vett neked egy iPhone-t. Menj már, nem is te kerested meg rá a pénzt. 4, 3. Dik ma mennyi ember? Szerdán délután 3-ra jöttem. Te azt nem mondták, hogy milyen nap van és hogy délután van-e vagy délelőtt, szóval szerintem szerdán délutánra jött, és akkor volt még szerdán délután. Szóval megérkezett és rá 10 percre felvették, hogy ő megjött. Ez egyfajta dicsőség is ezekben a körökben? Hát, igen. Igen. Egyfajta dicsőség ezekben a körökben, hogy iPhone-od van. Fuck logic. Hogyha mondjuk jövőre kijön az iPhone 6. iPhone 5S és 5C jött ki. És akkor ugye ekkora ez a telefon, aki nem tudná, az iPhone az így ekkora. És onnan lehet látni, hogy nem hamisítvány, hogy az almából ki van harapva egy darab. Szóval ez így azt mondják, hogy dicsőség. Szóval én most így kemény vagyok, hogy így van egy ilyen telefonom. Nem hinném. És akkor azt mondta, hogyha egy hajléktalannak adnánk egy iPhone-t, attól nem lenne menő, mert ahhoz kellenek tartozékok, kellene, gondolom, Dr. Dre fülhallgató, meg minden hülyeség. És ez bolondság. Egy eszköztől nem leszel menőbb. Ez csak egy telefon, amivel telefonon lehet is facebookozni, meg stb. Tényleg gyerekek, ennyire vagytok képesek, hogy az iPhone menővé tesz? Egyébként annyira nem értem, hogy a Samsung Galaxy S3 miért nem tesz menőbbé? Az is ugyanaz, szerintem még sokkal jobb, mint az iPhone, szóval nem értem. És kijött most ez az iOS 7, én nem értem, komolyan mondom. Én tudok róla csinálni egy tutorial videót, hogyha igénitek, de nem tudom. Szóval szerintetek ocsmány? De ennyire képes ez az új generáció, hogy az iPhone-tól menőbb vagy. Gratulálok.